Üdvözlök mindenkit, Abydos vagyok, és most egy oktató videót fogtok látni, hogyan kell vásárolni a Steam webáruházon belül. Igazából ez egy nagyon egyszerű dolog, sokkal egyszerűbb, mint sokan hiszik, és ezért ezt most így nem is fog egy nagy dolog ezt így bemutatni. Tehát, hogyha még nincs a játékod Steamen, akkor az első dolog, amire szükséged van, az egy regisztráció. Ha van a Steam-es játékod már, mondjuk Portal 2-t, Playstation 3-on is akár, akkor be tudsz jelentkezni itt is úgy, hogy a Playstation-on keresztül, Playstation Network-öt használva azon keresztül, illetve ha már régebbi fiókod van, akkor csak be kell lépni, és majd ezt a részét átugrod a videónak. Ha nincsen semmi fiókod, most csatlakozol a Steamhez, akkor rányomsz, hogy fiók létrehozása, bejön egy új fül, és ide olyan nevet kell megadni, meg olyan elérhetőséget, amik megfelelnek majd a valóságnak, tehát ez lesz majd a Steam felhasználói neved. Ez nagyon fontos, hogy olyan legyen, amit meg is jegyzel, tehát tényleg olyan legyen, hogy bármikor emlékezz rá, és ha rányomsz, akkor megnézed, hogy egy ellenőrzéssel, hogy szabad-e, és akkor, hogyha ez szabad, akkor adhatod is meg a jelszavadat. Ha ez is megvan, akkor tökéletesen jelenlegi e-mail címed, megadod a helyes e-mail címedet, nálam az abydos.hu@gmail.com, de mindenkinél más, amit használ, és aztán kell egy ellenőrző kérdés is, tehát ezekre az egy ilyen emlékeztető, és hát meg kell adni a helyes választ, hogy hogy hívják az iskoládat, és akkor tök mindegy, csak emlékezz rá később, megadod ezeket a hülye karaktereket itt, amiket ír, és akkor ha ezzel megvagy, akkor elolvasod a szerződés feltételeit, majd elfogadod, és létrehozod a fiókodat. Ezután igazából nem történik semmi, most én hülye adatokat adtam meg, tehát azért nem engedi a regisztrációt. Felmész az e-mail fiókodba, amit megadtál, rákattintasz egy linkre, és utána jöhet a következő lépés, a belépés. Illetve nem muszáj itt belépned online felületen, hanem van egy másik lehetőséged, letöltöd a Steamnek a kliensét, a kliens programját. Rányomsz arra a zöld gombra, ott fönt, mindig itt lesz fönn a Steam webáruházán belül, rányomsz, és akkor letöltöd ezt a programot. Linuxon és Macintoson is működik, tehát nagyon jó ebből a szempontból az egész. Aztán itt vannak egy kis statisztikák is, meg hogy mire jó, meg minden, és hogyha ezt letöltötted, akkor bejelentkezel azon a keretprogramon keresztül, és akkor már is itt van neked a Steam maga, egy online rendszer, ami a számítógépeden kliens programként fut. Én azt javaslom nektek, hogy ezen a rendszeren keresztül vásároljatok, tehát ne a honlapon keresztül. Azért, mert szerintem ez biztonságosabb valamilyen szinten, tehát hogy jobban kezeli nem megy át mondjuk egy csomó Google böngésző, meg nem tudom milyen böngészőnkön keresztül az adatod, nem, itt konkrétan tényleg biztonsággal tudsz, csak a Steam látja a dolgokat, és akkor így tudsz vásárolni. De amúgy ugyanezt a felületet látod a honlap, vagy a Firefoxon belül is például. Ez azért fontos, mert ez csak egy online keretrendszer, tehát ugyanazt jeleníti meg, és ugyanazt tudja, mint egy böngésző, csak a Steamre lesz szűkítve. Na és akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor hát most akciók vannak, mint látjátok, nagyon nagy ilyen 40%-os, 50%-os leárazások. Amúgy a Steam nagyon sok mindent tud, ez nem éppen egy Steam bemutató, de hozzá lehet adni játékokat, ha vannak játékaid, akkor itt vannak, ide felsorolja, és itt lesz abban a listában, amit most megvásárolunk. Ez most nem lényeg, ezt lehet kategóriákba is tenni, amúgy mit lehet látni, autós, egyéb, FPS nálam. Akkor van egy community fül, itt lehet a Steamen, na jó, legyen akkor egy kis Steam bemutató is. Itt lehet a Steamen jó kis dolgokat találni, a új híreket, meg az új eseményeket, akik mások csinálnak, például aranyos dolgokat, azokat ki tudják rakni, és akkor meg lehet nézni például ezeket a kis gif animációkat például. Meg lehet nézni, hogyha van valami mondjuk a Dota 2-vel kapcsolatban, és akkor itt látható lesz, hogy a legújabb hírek ide kerülnek, lehet beszélgetni a Dota 2-ről, már hogyha elérhető a fórum, de úgy néz ki, hogy az most nem működik, nem baj. Screenshotokat lehet nézni, amiatt a Dota 2-ben csinálnak, illetve feltöltenek képeket, tehát ilyen jó kis dolgok, ezeket lehet értékelni, meg megjegyzéseket fűzni hozzá. A Steam egy teljesen tökéletes közösségi oldal, amit a játékosok szerkesztenek, és csak játékosoknak szól, de lehet látni, hogy micsoda képeket csinálnak, rajzolnak, vagy fotózkodnak, vagy bármi. Tehát nagyon érdekes dolog ez a része is a Steamnek, tehát ez a community fülön belüli dolgok. Videókat lehet nézni, amit a Dota 2-vel kapcsolatban csinálnak a rajongók, tehát, de amúgy ez minden Steam-es játékra, ami megfelelhető Steam-en játék, ez igaz, tehát nem úgy van, hogy most csak a Dota 2 vagy valami, de most ezen nyomkodom végig magam. Van a workshop, itt a Steamnek az az egyik érdekessége, hogy már pár éve lehet saját cuccokat bepakolni a játékba, úgyhogy azt el is lehet adni, tehát hogyha te csinálsz egy ilyen kardot, vagy mit tudom én mi a fene ez, akkor ilyen pengét, akkor fel tudod tölteni a játék rendszerébe, és ha a közösség elfogadja, hogy azt mondja, hogy hú, ez királyul néz ki, és rányom egy felfelé kis mutató hüvelykújat, akkor jó eséllyel ez a cucc bekerül a játékba, és innestől, hogyha a játékon belül valaki megveszi pénzért, akkor te abból pénzt kapsz. Tehát ilyen dolgok vannak, itt vannak kollekciók és tehát gyűjtemények, hogyha valaki olyat csinál, vannak újdonságok, hírek, tehát meg bejelentések, és például lehet készíteni ilyen kézikönyveket is, tehát hogy hogyan kell elkezdeni a Dota 2-vel a kinézet állítását, új játékosoknak, stb. És ezt mi is írhatjuk, tehát itt rányomunk, hogy Create Guide, és akkor te is tudsz készíteni ilyet. És hogyha például meg akarsz vásárolni egy játékot, akkor az Store oldalon kell keresgélned, amit most nem igazán akar bejönni, nem baj. Tehát, de bejött. És akkor, hogyha már megvan a játék, akkor csak rányomsz, hogy Play Now, és elindul a játék. De itt meg lehet nézni a leírását, képeket a játékokról, ez mindegyik játékra igaz, amit most csinálok. Lehet ajánlani barátoknak, hogy tetszik, pozitív csalódás, és akkor itt egy smiley-t is berakhatsz, és akkor már ajánlhatod a többi ismerősödnek ezt a játékot ilyen egyszerűen. Akkor itt, hogy ki milyen barátaid játsznak vele, milyen értékeléseket kapott, hogy a metascore-ja 88/100, tehát jó, meg hogy miket tud, képigény, minden itt van, ez egy nagyon jó oldal, közösségi oldal ilyen szempontból, de erre még egy kicsit visszatérek később. A Greenlight az egy olyan hely, ahol, mint az előbb láttátok azt, hogy lehet értékelni a dolgokat. Itt például játékokat és szoftvereket lehet értékelni, tehát hogyha van valami szoftver vagy játék, ami tetszik, hogy például szeretnéd, hogy nem tudom, hogy mire kéne kattintani. Tetszik egy játék, ez a legyen ez a Jimmy vs. Zombies, meg lehet nézni a dolgokat, mit mondanak róla, aranyos, stb. És akkor, hogy megvennéd ezt a játékot, hogyha elérhető lenne Steam, és akkor lehet az, hogy nem érdekel, igen, vagy kérdez később, hát lehet, hogy megvenném, hogyha olcsó lenne, tehát yes. És akkor így lehet értékelni a játékokat. És akkor, hogyha nagyon sok szavazat összejön, akkor ez a játék bekerül a Steambe, és akkor így segítetted a fejlesztőket, ez egy ilyen jó kis dolog. Ezen túl természetesen te el tudod adni a játékban összegyűjtött cuccokat is, tehát hogyha például vagy bármit, amit a Steamben gyűjtesz, el tudsz adni, illetve tudsz vásárolni is, attól függ, hogy mit szeretnél. Például, hogyha szeretnél ilyen Torchlight 2 kártyát, akkor 0,12 euróért meg tudod venni, vagy ilyen Tomb Raider-es kártyát, vagy kulcsot tudsz venni olcsóbban, tehát ilyen az egész márkit. Akkor itt meg lehet nézni a saját kis aktivitásodat, hogy miket csinálsz. Szép lassan betölt, mostanában elég lassú a Steam. Igen. És akkor például itt, hogy az előbb ajánlottam a Dota 2-t, itt van, már is berakta, hogy én ezt így ajánlottam, és akkor itt így ilyen jó kis dolgokat rak ki. Akkor barátlista, játékok, teljes mértékig annyi mindent lehetne bemutatni erről a játékra, hogyha mondjuk tévén játszod és gamepaddal, akkor benyomod a Steam, vagy a Steamnek a Big Picture módját, és akkor televízióról is tudsz távolról ilyen aranyos menüvel elindítani mondjuk egy Jedi Academy játékot, hogyha támogatja a kontrollert, és akkor itt meg lehet nézni, milyen játékokkal vagy milyen szoftverekkel foglalkoztat mostanság. És akkor itt vissza lehet lépni, van benne webböngésző. A lényeg az, hogy ezt így rákötötték az egészet a... Steam rendszerére. Na de szerintem ennyi elég is. Rengeteg minden, megéri regisztrálni, barátlista, chat funkció, tehát lehet csetelni az emberekkel, meg szövegesen is beszélve. Szóval bla 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 bla, nagyon sok mindent tud, és folyamatosan fejlődik. Na itt van, hogyha valami játék kell, akkor például Linux kategórián belül tudsz találni olyan játékokat, amik futnak Linuxon, ez azért nagyon hasznos funkciója ennek az egésznek. Vannak játékok, amik csak Mac OS X-en vannak, ide is rákattintasz, akkor megtalálod őket, de például vannak ingyenes játékok, hogyha nem akarsz vásárolni, csak ingyenes játékkal akarsz játszani, akkor itt van például Dota 2, Warframe, Archblade, Marvel Heroes, Stronghold, Ragnarok, Team Fortress 2, bla 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 bla. A lényeg az, hogy ez is itt van. Na de, akkor amiért akartam, hogy most ezt a videót csináljam, az a vásárlás maga. Lehet, hogy ha bizalmas adatok lesznek ott, például a bankszámom meg minden, akkor képeket fogok mutatni, és azt fogom inkább preferálni, mert nem szeretném, hogy lássátok a bankszámla adataimat, szóval itt most egy kicsit nem szeretném ezt így tudtatokra adni. Na, én kinéztem egy játékot, amit szeretnék megvásárolni, van egy csomó csili-vili akció, de én nekem ez kell, Forma 1 2012. Rányomok, ha akció van, akkor természetesen így kirakja fő képernyőre, de hogyha például én azt akartam volna, hogy az F1, vagy legyen valami más játék, mondjuk a Command and Conquer, azt közel elhoznám, és hogyha Command and Conquer, ha így nem találod meg, csak CNC-vel, jaj, Command and, na jó, mindegy, rákeresünk, hogyha rákeresel, akkor itt megtalálod a Tiberium Force-t, és akkor itt is be lehet nyomni, hogy te ezt meg akarod vásárolni. De én vissza akarok menni a kedves kis Forma 1-hez. Tehát én kinéztem ezt a Forma 1-et, mert hogy van rajta 75% akció, és az már elég olcsó. Mindjárt megmondom, hogy hány forint jelen árfolyam szerint, amikor a videót készítem pontosan. 2215 forint, na ennyit megér nekem, szóval le lehet tölteni amúgy a demóját is, illetve hozzá lehet adni ilyen kívánsági listához, és akkor hát ha valaki megsajnál és odaadja, de ilyenkor jelez a Steam, hogyha le van akciózva, ha hozzáadod. Annyira nem vagyok a Codemastersnek a híve, legalábbis ennek a Forma 1-es játékoknak, de hát akkor sincsen Forma 1-es játékom, tehát ez kell. Na, ha megvan, mit szeretnél, akkor rányomsz, hogy add to cart, vagy erre a kis kosárkára, és akkor elméletileg történnie kéne valaminek, de gyakorlatilag Na, csak megtörtént, amit akartam. Hogyha akarok még vásárolni, akkor visszamentek a boltba, és még keresgélhetek cuccokat, hogy mit szeretnék megvenni, de én ezt szeretném megvenni, ezt a Forma 1 2012-t. Na és akkor 7,49 euró, 49 euró az ára, és nem akarok tovább vásárolni, hanem meg tudom vásárolni magamnak, illetve ajándékban tudom küldeni másoknak. És a lényeg az, hogy én most akkor itt ezt magamnak megvásárolom, nem akarom ezt másoknak elküldeni, ugyan minek, rányomok, hogy megveszem magamnak, és akkor innestől már olyan információkat láthattok, amit lehet, hogy nem kéne. Na, bejön a vásárlás fül, ez egy már egy biztonsági lap, ezt már nem látja akárki, tehát ez titkosítva van, ezt csak én és a Steam látja, az adataidat nem adják át másnak, ettől nem kell félned. Na és akkor itt lehet kiválasztani, hogy milyen módon szeretnél vásárolni. Rányomsz, hogy change, és akkor itt lehet kiválasztani, hogy webmoney, vagy Visa, Mastercard, American Express, Discovery, ECB, PayPal, vagy a már beállított Mastercardoddal szeretnél vásárolni. Ha mondjuk szeretnél egy új Mastercard kártyát beregisztrálni, akkor megadod a kártyaszámodat. Ez az a szám, ami a kártyán van rajta. Tehát, hogyha megfogjátok a bankkártyátokat, akkor rajta lesz ez az édi-bédi kis számsor, attól függ, hogy milyen banknál vagytok, igazából attól függ az egész. Akkor itt van a lejárati dátum, itt meg lehet adni, hogy mikor járjon le a dolog, pár bizalmas adatot inkább kitörlök, szóval ide beírjátok a kártyaszámot, ide a lejárati dátumot, hogy mikor jár le a kártyátok, tehát ez is rá van írva. Nekem például 6. hó 14, és akkor itt beadtok mindent, meg mit tudom én, ami kell. Itt vannak is segítségek, ha nem tudod, hogy mi micsoda, akkor itt megmutatja, hogy a kártyán hol helyezkedik el az a szám, megadjátok a cityt, a címet, ahol laktok, a postafiókot, a telefonszámotokat, az országotokat, és hogy itt élsz, ahol ezeket megadtad, és ments el az információkat, vagy ne ments el, hogyha következőleg akarsz vásárolni, és rányomsz, hogy continue, és már meg is vásároltad lényegében a cuccot. Mert mindjárt mutatom a többi folyamatot, de lényegében next, next és kész. Mert akkor még utána megnézheted, hogy minden rendben van-e, tényleg azt vásárolod-e, amit szeretnél. Igazából tényleg annyi, hogy ellopod anyukától, apukától a bankkártyát, hogyha nem vagy még 18 éves, és leírod ezeket a dolgokat. B. Nem ellopod anyukától, apukától, hanem kölcsönkéred. A 18 fölött, vagy talán 16 év fölött is már besétálsz a bankba, és csináltatsz magadnak egy kártyát. Hát évi pár ezer forint díja van, de már is tudsz vásárolni. Ez nem egy bonyolult és nem egy ördöngős dolog, teljesen egyszerű, teljesen bárki számára elérhető. Magyarországon, akinek Mastercard kártyája van, vagy Vizája, vagy valami, akkor annak nem szokott már gond lenni. De én nem így akarok vásárolni, ezért most visszalépek, nem olyan könnyű visszalépni, hiszen az előbb mondtam, az egy titkosított lap, tehát itt most meg tudom választani, hogy hát én most nem Mastercardról szeretnék vásárolni, hanem valójában PayPalról, ezért most ki fogom választani, hogy én a PayPal számlámat szeretném előrehozni, és akkor itt megint kiveszem a bizalmas információkat. Itt most egy pillanatra láthatjátok, megadom majd a cityt, a címemet, a postafiókomat és a telefonszámomat. Itt most akkor itt be vannak csekkolva a dolgok. Na és akkor most elkezdem írogatni a dolgokat, hogy Budapest, és akkor a többit már nem fogjátok látni, mert azt nem szeretném. És akkor... Jó. És az is... A plusz 3630, és akkor a telefonszámomat megadom. Úgy adjátok meg, hogy plusz 3630, mert hát értitek, nem tudják, hogy nem mindig tudhatják, hogy mi a telefonszámotok. A lényeg az, hogy ha ezt megadtátok, akkor rányomtok, hogy itt alul van egy zöld continue, és ha ez megvan, akkor most át fog dobni, ez akkor van így, hogyha PayPal számlátok van. Ha nincs PayPalotok, akkor nem így történnek a dolgok. Tehát ez nagyon fontos, hogy csak akkor, hogyha PayPalotok van, ha Mastercardotok van, akkor már egyből ideugrottok erre a átnézésre és a vásárlásra, de én PayPalon fogok vásárolni. Rányomok, hogy vásárlás PayPalon, és akkor itt most valószínűleg megint nem fogtok látni semmit, mert kihomályosítom. Nem, itt még ezt láthatjátok, megadom az e-mail címemet és a jelszavamat, és ha van PayPalotok, akkor tényleg csak egy e-mail cím és jelszó, és már vásárolhattok is. Ez nagyon fontos, hogy PayPal-t leállt a zene. Már mikor állhatott le? Nagyon rég. Na jó van, ez nagyon fontos, hogy a PayPal azt igazából Mastercard kártyával simán lehet készíteni, tehát ne aggódjatok emiatt. Rányomtok, hogy beírjátok az e-mail címeteket, ezt most kihomályosítom. Mert ez nem az az e-mail cím, ami publikus, és akkor utána megadjátok a jelszavatokat. Javaslom, hogy nagyon erős jelszó legyen, tehát hosszú és ne legyen könnyű, nagybetű, kisbetű, szám, pontok, stb. Itt most nem fogjátok ezt látni, mert kihomályosítottam, de itt a címem van felsorolva, meg azok az adatok, amiket fogok vásárolni, és akkor végül rányomok, hogy continue, és visszadob erre az oldalra. Most nézhetem át a dolgokat, még mindig nem vásároltam meg, az előbb is ide jutottam volna, hogyha a Mastercarddal vásárolok, és akkor itt van, hogy melyik fiókra megy a játék, mennyibe kerül, van-e valami díja, tehát hogy adó vagy bármi, és akkor hogyha utána rányomok, hogy elfogadom a feltételeket, akkor egyszerűen rányomok, hogy vásárlás. Jó, 7,49 euró, igen, átnéztem. Ennyi, meg is vásároltuk a dolgot. Itt van egy nagy Install Games gomb, erre rányomunk, és akkor utána megpróbálom kitakarni a kényes adatokat. Utána itt van, hogy vagy lehet, hogy ki tudom kerülni. Na, és akkor itt bejön egy ilyen ablak, ha rányomsz egy Install Game, és akkor itt van, hogy hova szeretnéd telepíteni. Megnézed, hogy hol van helyed a számítógépen. Nekem van elég helyem az elmeghajtón, és akkor utána rányomok, hogy de amúgy igen, hát ott írja. És ott létrehozhatunk egy menüt. Valami miatt bekapcsolt a telefonom, amit nem akarok tudni, de megpróbálom kinyomni. Létrehozhat start menüben egy bejegyzést, illetve az asztalon is, és aztán utána rányomsz, hogy next, majd megnézheted a játékot a library-ban, tehát a könyvtárban, és akkor már is töltődik le a Forma 1 2012 nekem, és ennyi volt a megvásárlása. Ez örökre a tied marad ez a játék, tehát mindig, bármikor, örökre. Nincs olyan, hogy ezt elveszíted, vagy valami. Én most át fogom állítani az interfészt magyarra, tehát akkor bemegyek itt a View-ba, a Settingsbe, azon belül is az interfészbe, itt átállítod, hogy magyar, és akkor rányomsz, hogy oké, és újraindítod a Steam-et. És akkor utána már magyar nyelvű lesz a Steam, és hogyha vannak játékok, akkor azok magyar nyelven fognak neked lejönni. Tehát, hogyha vannak játékok magyar nyelven Steamen, mert több játék is van úgy, akkor már rögtön magyar nyelvűek lesznek. A Forma 1 2012 szerintem nem ilyen. Utána nézek, hogy van-e magyarítás, erre még mindig a magyarítás.hu a legjobb oldal. Itt van magyarítás lista, és akkor megkeresek az F1-et. F1 2012, nincsen hozzá magyarítás, de majd készül. tehát már készítik. Na és akkor, hogyha kész, akkor már nagyban töltődik le a Forma 1, itt van egy, hogy hozzáadhatod a kedvencekhez, vagy kategóriába, és akkor berakom az autós kategóriába, és már ott lesz nekem a Forma 1 legfölül. De hát itt a többi játékkal is meg lehet csinálni, csak még lusta voltam ezekkel foglalkozni. Na, és akkor, hogyha ez kész, akkor csak rányomsz, hogy játék, és már tiéd a játék, játszol. Ennyi volt az egész Steam folyamat, sokkal hosszabban mutattam be, nagyon-nagyon részletesen, mint amit kellett volna. Igazából 6 gombnyomással el lehet intézni az egészet, pár pötyögéssel. Ennyire egyszerű az egész, szóval én lényegében megköszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni. Sziasztok!